Jó reggelt! Adventi áldatunk mai részét Nagyné Kalán Éva írta. A címe a királyi menyegző. Alapige Máté 22:1-14. Így szól. Jézus ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a menyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor újabb szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak. Íme elkészítettem az ünnepi lakomát, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van. Jöjjetek a menyegzőre. De némelyek ezzel mit sem törődve elmentek. Egyik a földjére, másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták, és megölték őket. A király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat. Városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak. A menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek ki tehát az országutakra, és akit csak találtok, hívjatok el a menyegzőre. A szolgák ki is mentek az utakra, összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá. Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak. Kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Erről a példázatról egy gyerekkori emlékem jut eszembe mindig. Még tini voltam, amikor a gyülekezetemben egy fiatal fiú készült házasodni. A mennyasszony egy másik gyülekezet tagja volt. Izgatottan vártuk a nagy napot, hiszen az egész gyülekezet hivatalos volt rá. A menyegzőn történt, hogy a szertartás után vacsorázni indult a násznép. A mennyasszony és a vőlegény csalódottan vette észre, hogy bár sokakat meghívtak, többen nem jelentek meg a vacsorán. Az étel és ital pedig már ki volt fizetve. Ekkor a vőlegény szokatlan dolgot tett. Kiment az utcára, és onnan hívott be embereket. Utána elmondta nekik ezt a példázatot, és Isten szeretetéről beszélt nekik. Akkor értettem meg Isten szeretetét. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. A jó hír az, hogy a mi mennyei apukánk minket is hív a menyegzőre. Hív a vele és az ő fiával való közösségre. Igen, minket hív. Mindenki hivatalos a bárány menyegzőjére. De vajon mi mennyire értékeljük Isten hívását? Számít-e nekünk, hogy az az Isten hív, aki annyira szeretett, hogy az ő fiát adta értünk, azért, hogy mi is közösségben lehessünk vele? A példázatban háromféle választ láthatunk a király hívására. Az első, akik durván visszautasították. A második, akik igent mondtak a meghívásra, csak éppen nem értek rá. Bár lehet, hogy fontos volt ez számukra, csak volt egyel még fontosabb dolguk. A harmadik csoport, akik félretettek mindent, de nem volt illő ruhájuk a menyegzőre. Ők olyanok, mint akik hallják Isten hívását, és mennek, de nem hajlandók átadni az életüket. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, mondja Jézus. János 12:26-ban. De mi van velünk? Mi a mi válaszunk? Sokszor halljuk Isten hívását, és talán elindulunk. Talán félreteszünk mindent, ott vagyunk az úrházában, hallgatjuk az igét is. De mi van a lelkünkben? Isten mit lát, ha a szívünket nézi? Vizsgáljuk meg magunkat, gondolatainkat, szokásainkat. Méltó-e Jézus Krisztus személyéhez?
Jézus Krisztus arra hív ma minket, hogy az örök távlatra vonatkozóan hozzuk meg döntésünket, és adjunk neki választ, hogy a menyegzőre a bárány vérében megmosott tiszta ruhában érkezhessünk. Eljutott-e már hozzád a király meghívója? Ha igen, hogyan fogadtad ezt? Tisztáztad-e már magadban, hogy nem csak meghívott vagy, hanem kiválasztott? Rendben van-e a menyegzői ruhád? A Jézus vérében megmosott fehér ruha.